Exokick. Tommy is dead if you stop. Magnusök. Hát itt aludtam még az előbb. Hova mész? Csibész, ki ne menj! Papa! Papa is, meg mama is, nincs itt senki? Hova mentek? Megnézzük, hol vannak? Jövök! Mámorítóan szép jó reggelt kívánok mindenkinek! 8:45, te tudsz eddig aludni? Hát elmentek bizony, mert ilyen sokáig aludtál. Jaj, na hát az a terv, hogy... Hogy mi? Kávé. Ilyen kutyás pohár. Na hát az az igazság, hogy Rami... Jaj, köszönöm szépen. Szóval Raminak fent vannak a szülei, és úgy döntetek, hogy elmennek a svéd nagyboltba. Ikeáznak egy hatalmasat. De valahogy kiábrándító programot nem tudok a hétvégére elképzelni, mert biztos fullon lesz, azért is mentek korán, hogy beengedjék őket. Én meg itt maradtam a kis törpével, és elindítjuk a napot kettesben. Jó lesz? Na jó, kávé, öltözünk, aztán nekünk is van még egy kis dolgunk, el kell mennünk valahova. Elkaplak! Elkaplak, gyere ide! Gyere vissza! Jövünk reggelizni! Jövünk reggelizni! Jaj, várjál, rájöttél az autókra! Most ez mit keres itt? Autó, mama! Ha, mama tette oda? Apa! Látom, de tessék reggelizni, gyere! Ami. Ne, még csináltam a kajámat! Mutasd csak, beleragadt az autó a szendvicsbe! Mutasd meg azt ott! És a, és a másik autó is olyan lett? Nézzem az alját, mutasd meg! Fordítsd meg nekem az autót. Jaj, csupa vaj lett. Ó, ki rakta bele? Oli. Megyeszem! Mármint nem az autókat, hanem Olit. Ki ez a kis... Ki ez a kis maki? Most pedig átöltözik. A legcsinosabb kis manó, mehetünk? Yeah. Ott a motor, bizony. Ezt még mindig nem sikerült. Bepolcozni? Nézd már! Kipróbálod? Az a kérdés, hogy jó-e már a méret, vagy még mindig nagy? Jaj, igen, mindent kiveszünk. Na nézzük, jó már a méret? Jaj, te ügyes vagy! Apa autója, bizony. Aszta! Nagyon ügyes vagy! Na hát ma is lesz sportolás Olivernek is, de ez a bicikli még sajnos egy kicsit nagy neki, és Gyulán hagytuk a kis motorját, úgyhogy elmegyünk a picúrral, és most veszünk neki egy kis motort, ha már úgyis holnap gyereknap van, akkor ez lesz az ajándék. Eper. Kérsz epret? Megveszünk epret. Felraktam a kormányra a GoPro-t, hát kíváncsi leszek. Hát ez nem hiszem el. Nem is láttam meg ilyen felvételt, hogy kormányon van a GoPro. Na indul, te is nem vetsz átul? Ne nevessél! És most van egyenesben, hát ez óriási. Úgyhogy megcélzünk most egy játékboltot, és még korán van, bízom benne, hogy nem fognak hemzsegni az emberek, mert ugye ezért nem mentem az IKEA-ba. És ott meg egy zöld, amit el kéne kapni. Megjöttünk! Gyere, csak próbáljuk ki ezt. Rá tudsz ülni, Oli? Gyere. Ó, hát ez nagyobb. Hát ez szerintem ez a te méreted. És kinek van ilyenje? Olinak. Jó. Na hát, itt is vagyok. Kiegyenesítem a fejemet a kamerához. Egész jól lehoztuk, tessék. Ott a kis motorod. Szóval az első játékboltos élményünk, és nagyon jól lehoztuk. Nem is követelőzött. Nagyon érdekes volt minden, majd ha rájön, hogy igazából csak apám meg anyám múlik, hogy itt bármi is az övé legyen, na az majd biztos izgi lesz, de hát nem véletlenül nem jöttünk eddig. De nagyon-nagyon édes volt mindent, megfogdosott, megnézett, hogy megmutatott. Imádlak. Na irány haza, mutassuk meg anyának, ott van a szajrét.
jó, és már vasárnap is van egy gyereknap, és a mai napot sportolással fogjuk indítani. Sziasztok! Gyereknap van, juhú! És mi készültünk egy kis aprósággal, ugyanis 10 órától fogunk tartani egy kifejezetten gyerekeknek szóló átmozgató edzés, lesznek benne egyensúlyi feladatok, Dani készült vicces, galacsinos gyakorlatokkal is, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk minél többen. 10 órakor kezdünk, a Gyerekliget privát Facebook csoportban tudtok csatlakozni, teszek ide egy esemény linket is, itt megtaláltok minden infót. Gyertek! Sziasztok! Hello. Szóval mi így indítjuk a gyereknapot, ugye Rami? Bizony, bizony, vagyis nem, mert Olivernek már átadtuk a kis meglepetésünket. És most ellógtunk egy órára, mert hát a mai nap az övé, aztán megyünk kirándulni, megjátszani, de... De minden gyerekre gondoltunk. De mi minden gyerekre gondoltunk, és ja, ezért úgy gondoltuk, hogy így a nap elején bemelegítünk titeket, és hát, hát remélem, hogy te is ott voltál most, aki ezt nézett, bár ez utólag volt. Na, de meg is volt a mai első mozgás, és hát mozgás után mindig szoktam egy jó kis fehérjét inni. Bár ezt lehet, hogy úgy kell először, nem? Rami, te úgy szoktad, hogy először a fehérjeport és utána a vizet. Hát, én igen. De azt mondod, hogy az úgy nem jó, mert is sokkal jobb. Teljesen mindegy egyébként. De hiszek neked, azóta egyébként én is így csinálom, mióta te mondtad nekem. Na, vannak azért ilyen dolgok, ez a... Miben van még? A műzlibe is. A műzlibe előbb a tej, vagy aztán a műzli. Na, de el szerettünk volna mondani nektek valamit, ugyanis a Bajotekusával véget ér az együttműködésünk, és ezúton is szeretnénk nekik nagyon megköszönni ezt az időszakot. Elég jó dolgok születtek itt például. Hát azért felkészültem egy tévéműsorra, és hát ide rakom most ezt a képet, amit Rami tett ki, mert én nem akartam ezzel ücsekedni, hogy nagyon jó formába lendültem, és ez a lifestyle programuknak volt köszönhető, tényleg becsülettel csináltam, a termékeket... az előírtak alapján használtam, és hát nagyon jó kondiba kerültem. Úgyhogy még egyszer köszi nektek ezért, biztos, hogy ez a teljesítményemen is ezért látszódott. És azt gondoltam, hogy elmondom a kedvenc termékeket, amiket amúgy is így végig használtunk, szóval voltak a Bajoteknek az Izovay Zero-ja, nekem ebből például ez a Berry Brownie, és a fehér csok is volt a kedvencem. A fehér csok is én is imádtam, meg az Oreo-s szerintem az előttem. Edzés közben a Bajotekus a BCL Zero-t használtam mindig. Összigaradsz, nekem a kedvencem. Meg volt ebből a Lime, nekem az is nagy kedvencem volt. Az Artrogárdot fixen szedtük. Az ízületeink védelmére azért elég megterhelő mozgásokat is végzek, vagyis végzünk, meg hát sokat úgy, hogy az tök fontos. A Vitamin Pack, a Daily Pack az megint csak egy nagy kedvenc volt, ezt is folyamatosan használjuk. A főzés során, meg egyébként nyilván palacsintára is még mindenhova, de ebből is van egy nagyon jó kis peanut butteres süti, amit én csináltam. Ez nagyon jó. Meg ami még proteinkrémet tettem be, tudod, az a kex süti, ez nagyon finom volt. Zabot is megszoktam vele egy kicsit fűszerezni, mert iszonyatosan finom. Amik ugye, még folyamatosan használtuk, és most is az összes táskámban van a kocsiban, ezek a fehérje szeletek. Van a crush, ebből talán a... Ez a kókuszos. Az nagy kedvencem volt, meg van a zöld színű, az nem tudom most értem, hogy még. És van még a nuts and honey, de ebből a fruits and nuts, ami nekem a top. A gyümölcsösöd nekem. Abban már nincs is. Na, nincs is, mert az fixen megeszik. Egyébként szóval. Én ezt jobban szeretem, úgyhogy még ebből is hál' Isten másokat szeretünk, úgyhogy meg tudtuk osztozni. Úgyhogy nem győzem hangsúlyozni, nagyon szerettük az egész együttműködést, a márkát, és ja, de most ez lenne vége. Igen, köszönjük szépen. Nekünk viszont még nincs vége a napnak, ugyanis hát a gyereknap van, és szedjük össze a gyermekünket, és csináljunk még valami aktív programot. Jó, indulás! Na hát annyira bizonytalan lett az idő gyereknapra, hogy egyszer szakad az eső, egyszer nem, mi is túlöltöztünk, és nem tudtuk, hogy milyen programot csináljunk, mert elázni nagyon nem szerettünk volna, hogyha lejöttünk ide a római partra, és mindjárt kavicsokat fogunk dobálni a Már Dunába. Már nagyon felelősségteljes szülők vagyunk, úgy érzem, mert tényleg három rétegbe jöttünk. Kabát mindenkinek is, tűz a nap, nem baj. Jól van, az biztosra megyünk. Dobáljunk kavicsokat a vízbe! Kapókat. Gyere, erre! Kavics, igen. Annyit érted belőle, hogy kavics. Drágám, lesz még egy De kár. Nyugodtan... De ott van, De gyere motorral! Jó?
Na hát olyan szempontból nagy szerencsénk van, hogy valószínűleg tényleg mindenki abban bízott, hogy rossz idő lesz. Ezért csomó hely van, és nagyjából nincs itt senki. Nagyon kevesen vannak. Még olyan szép az idő. Hinta? Láttad a hintát? Igen, hinta. Bizony, csak bele ne essen. Úgyhogy most itt fogunk pihengetni. Máskor általában nem hagyjuk, hogy végig dobáljon a vízbe, de ma gyereknap van, úgyhogy az összes kavicsot beledobjuk. Szerintem nagyon sokáig el leszünk itt így. Palinta. Mi az a palinta? Szóval mindig énekeljük, hogy hinta, palinta, régi Duna, és katona ugorja Dunába. Rá sem még a Duna is aktuális. De hogy mit jelentett az a palinta? Írjátok le kommentbe, ha tudjátok. Rami, te tudod, mi lehet? Szerintem nincs ilyen jelent. Nincs jelentése, csak ilyen, nem tudom. Szerintem csak így jött ki a rím. Ja. Hát olyan hinta, palinta. Hát, ja. Hogy énekel? Hinta, palinta. Ittam egy sört, és Rami elfelejtette, hogy ő fog vezetni. Azt hiszi, hogy a pattanását mutogatom az állán, de nem. Na? Ja, úristen, tudom! Akkor adok neked egy ilyet. Köszi, szia! Na hát elaludt a kis Manó, de hát elég nehéz menet volt. Az anyukája addig már ki is aludta magát, szerintem. Meg sem mertem mozdulni egyébként, tényleg egy helybe ültem. Nagyon kemény volt. Most már tényleg ez van, hogy este egy laza fél órás altatás volt, olyan időszak, amikor magától előtt volt, amikor áramba kellett ringatni, de most már szerintem ez a mesélős. Hát jó, de mondjuk ez extra volt most. Ez mondjuk most tényleg extra volt, de hogy most már tényleg jön a könyvolvasós, mesélős időszak. Érdekes, mert most még ugye sötétben, csak egy pici-pici fénnyel altatunk tulajdonképpen sötétben. Úgyhogy most ez nem is tudom, hogy a könyvolvasásnál akkor ez hogy van most, akkor lámpás? Nem tudom. Fáklyás. Fáklyás. Gyertyás. Gyertyás. Na mindegy. Fantasztikus nap volt, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy nektek is jól telt a hétvégétek. Nekünk igen. Nekünk igen, úgyhogy majd hamarosan találkozunk. Sziasztok!